Tolna megyei értéktár tagjai olyan települések, melyeknek célja, hogy népszerűsítsék, fenntartsák a helyi értékeiket. Az értéktár tagjai közül az egyik Kölesd. Kölesden is számos érték felelhető. Kölesdnek elég gazdag az értéktára, szép számú műemléke van. Ez a kis megye háza, amelyikben itt állunk, és Kölesd bánata, hogy annak idején nem sikerült a megyeszék helyiséget megragadnia. Szembe velünk a volt Ulánus laktanya és lovarda, a templomai, a műemlékei, illetve hát emlékművei, kastélyok a környezetében, a természeti világa, és például az, hogy itt a közeli Borjádon Petőfi ott járt, és onnan származik a Négyökrös szekér című költeménye, vagy például a borjádi sörét torony, amelyik egy ipari műemlékként olyan objektum, aminek csodájára járnak Magyarország más tájairól is. Egyik ezen értékeknek a kölesdi fehérhímzés. Kölesden a népviseletből az 1920-as években kivetkőztek, és ma már csak néhány láda fiában található meg a hagyományos öltözet. A fellelt főlegény és női égneken, zsebkendőkön, fehérkendőkön, jegykendőkön gazdag fehérhímzés látható. Ezt a szabadrajzú mintakincset helyben rajzolták és varták ki. A minták között szereplő szőlővirág és szőlőfürt a magyar fehérhímzések motívumvilágában sehol máshol nem található meg. Jellegzetesek az indán futó sorminták, az itt sorakozó rozmaringák, apró levelek, stilizált kerekrózsa, ne felejts, de több textil gazdag sarok mintáinak pókozott rózsái és szőlőszemei is. Kölesd egy másik nagyon fontos értéke a Kismegyeháza. 1895-ben a község megvásárolta és nagy vendéglőként működtette, 1948-tól 59-ig iskola, később művelődési házi célra alakították át. A település pályázott a terület és településfejlesztési operatív programban, és nyertes pályázattal gazdagodott a Kismegyeháza turisztikai célú fejlesztésében. Kölesd önkormányzata nagyon szerencsés a település lakói, mert itt található Kölesden a Kismegyeháza, amelynek igen, nagy jelentősége van a falu életében, valamikor majdnem Kölesdett a megye székhelye, és ez a Kismegye háza úgymond most egy kicsit egy topos pályázattal bővítésre kerül az udvar része, amiből fejleszteni tudunk egy turisztikai pályázatban. A szomszéd volt teüzem épületét hozzá tudjuk csatolni az udvar részhez, és annak a további fejlesztései üzletek és piasztér kialakítása a cél. A fejlesztés hozzávetőlegesen 86 millió forintot fog igénybe venni, amit teljes mértékben lefed a támogatás. Ennek az épületnek, a volt teüzem épületének, ami itt van már közel 40 éve üresen, sikerült erre pályázati forrást szereznünk. Eltakarítjuk nagy részét az udvaron lévő épületeknek, és ennek a helyére egy szabadtéri színpad és körbe falak kerülnek, és hozzácsatolódik ez az épület, ez a színpad a Kismegyeháza épületéhez, telkéhez, és ezáltal én úgy gondolom, hogy egy kicsit komfortosabb lesz ez az ingatlan is. Ennek az oldalában lévő helységekben, amiket innen nem láthatók, amik alul vannak, pár üzlethelység alakítunk ki, és az elejébe egy zárt piacra szeretnénk megvalósítani. A település a fejlesztést 2019. január elejéig kell befejezze. A Kismegyeházában egyébként sok érdekességet találhatunk még. Padlásterében egy hagyományőrző eszközökből összeállított kiállítást található. A Padlásmúzeumunkban a honismereti szakkör állította össze ezt a kiállítást, amely úgymond a hagyományőrzésnek az alapvető eszközeit tartja fenn. Én úgy látom, hogy tematika szerint csoportosították a régi eszközöket, szövésfonás, disznóvágás, földmunkák, a sarokban egy lovaskocsi is található, akkor méhészet, és minden ilyen hagyományos régi munkafolyamathoz készítettek egy kis tematikus boxot, és ezen mutatják be a régi életet a településen, hogy hogyan volt. Ez mellett bemutatnak egy hagyományőrző szobát is, és ezt úgy mondom, hogy Kölesd egyik legnagyobb kincse a múltunkból.